Sziasztok! Kisülmök elkészítésekor az motivált bennünket, hogy bemutassuk a boldogságra és a szomorúságra utaló nonverbális jeleket, a téma elméleti hátterére és az utcai kísérletünkre alapozva. Módszerünknek a provokációt választottuk, helyszínül pedig Budapest belvárosát. A többórás vizsgálat során megfigyeltük, hogyan hat a magyarokra, hogy egy elkeseredett emberrel találkoznak és fel kell őt vidítaniuk. Emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogyan reagálnak, hogyha az előző eset éppen ellenkezőjével egy vidám emberrel találkoznak. Végül pedig azt vizsgáltuk, hogyan hat a járókelőkre, hogyha egy ismeretlentől kapnak egy szimbolikus ajándékot. Kisfilmünket úgy építettük fel, hogy először górcső alá vettük a magyarok és a boldogtalanság kapcsolatát, majd folyamatosan haladtunk a boldogság felé a mosolygás útján. Vizsgálatunk során a magyarokról alkotott sztereotípiákból indultunk ki. Passzív, depressziós, visszahúzódó, mosolytalan emberek, virágzó panaszkultúra, sírva vigadó nép. Ezek a magyarságról szóló közhelyek. De álljunk csak meg egy pillanatra, és vizsgáljuk meg, hogy miért is vagyunk hajlamosak a borulátásra, sorsunkat kilátástalanabb megítélésre, kudarcközeli érzelmekre és melankolikus gondolkodásra. A GFK Rapper Consulting Mood of the World 2011 által végzett tanulmány szerint, mely pontosan 25 országot vett górcső alá, világosan kiderül, hogy Magyarországon a legmagasabb azok aránya, akik nem számítanak helyzetük javulására a közeljövőben. A megkérdezettek 42%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem bízik abban, hogy anyagi helyzete jobb lesz egy év múlva. Nem meglepő, hogy a felmérés szerint a magyarokat leginkább az foglalkoztatja, hogy ki tudják-e fizetni a számláikat, hogyan alakul a gazdasági válság és a munkanélküliség következményei, továbbá az infláció és a magas árak problémája kerül a középpontba. A pesszimizmus magyarázata látszólag egyszerű. Sanyarú történelmi háttér, szegény ország vagyunk, nagy a munkanélküliség. Ez a fajta negatív világnézet, vagy más néven hungaropesszimizmus, legelőször a 14. században bukkant fel Magyarországon. Ezt a bűntudat hullámot követi a 16. századi reformáció, majd a Magyar Királyság szétesése, az ország három részre tagolódása és a törökök, később szovjet megszállás. Azonban a borulátás nem csak történelmünkből fakad, és a gazdasági helyzet felé irányul. De valóban boldogtalanok a magyarok? Több ezer arckifejezésünk van, és ezek különböznek egymástól. Minden érzelemnek van arckifejezése, és vannak olyan érzések, amelyekhez több tudat mimikai mozdulat tartozik, ilyen például a boldogság, melynek arckifejezése lehet a mosoly.
A mosoly eredete korai reflexre vezethető vissza, amely egy másik egyeddel történő találkozás során létrejövő védekező magatartás feloldásaképp jelentkezik. A mosoly több funkciós érzelem, a sikerélménnyel és az érdeklődés felkeltésével, a boldogságérzet kialakulásával is kapcsolatban áll. Tudatos szinten használva, kommunikációs forma, a kellemes hangulat kimutatására alkalmas, emellett érzelmi folyamat is. Több vizsgálat foglalkozott a mosoly folyamatával, melyek közül a Michigani Wayne Állami Egyetem szakértői érdekes felfedezésre jutottak. Szerintük 7 évvel hosszabbítja meg az életünket, ha a szánk sarka felfelé görbül. A Liesberg, a kaliforniai Loma Linda Egyetem professzora a 80-as években a mosoly és a nevetés stresszcsökkentő, vérnyomáscsökkentő és immunserkentő szerepét is leírta. A boldogsághormonként ismert endorfinok termelődése mellett csökken a védekező képesség működését gátló kortizol és a dopamin hormonok szintje is. Érdekesség továbbá, hogy a Hannoveri Állatorvosi Egyetem által vizsgált orángutánok, csimpánzok, gorillák és patkányok mindegyikénél kiváltható volt a mosoly és a nevetés, ha másképp nem, hát csiklandozással. Egyetlen dologra voltak képtelenek, belső öröm nélkül tettetni a mosolygást. Az érzelmi arckifejezésekhez képest a mosoly teljesen egyedi, csupán egyetlen arcizom kell hozzá, míg az összes többi érzelem kifejezésénél 3-5 arcizom összehangolt működésére van szükség. Pólekmenék vizsgálatuk során kimutatták, hogy egy mosoly még akkor is látható, hogyha rövid ideig tart és 100-150 méterről már felismerhető. A 19. század közepén Duchamp, francia kutatóorvos kezdte először vizsgálni az ember arcizmainak működését. Kutatásának középpontjában az őszinte és nem őszinte mosoly tanulmányozása állt. Kísérlete során elektronikus árammal ingerelte az arcot, majd megfigyelte, hogy a két mosoly közötti különbségek hogyan alakulnak. Sikerült rávilágítania arra, hogy a mosolygás és a vicsorgás közötti alapvető különbségek elsősorban a szemkörüli ráncosodásból adódnak. Ebből született meg a Duchamp mosoly, melyről abban az esetben beszélhetünk, amennyiben a szemkörüli izmok és a szájsarkot mozgató izmok együttesen összehúzódnak. Ez általában nem szabályozható akarattal, így a nem szándékos érzelem kimutatás példája, ami az örömteli élmény hatására spontán módon jön elő. Ha csak a szájsarkunkkal mosolygunk, az a hamisság érzetét kelti, azonban a Duchamp mosoly a megfigyelő számára egy valódi érzelmi állapot megbízható jeleként szolgál. Érdekesség, hogy azok a nők, akik valódi mosolyt véltek felfedezni párjuk arcán, jóval nagyobb arányban kötöttek házasságot, gazdagabbak és jóval kevesebb egészségügyi gondjuk volt. De valóban boldogtalanok a magyarok? By the way, because I'm happy, clap along.
heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Nossa, sim, você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Hülyeség. De faszott.